Kikelethavának 26. napján üdvözlöm a Városi Televízió minden kedves nézőit. A Rozsai Magazin adásával folytatódik tovább ma is a Városi Televízió műsora. Az elmúlt napok rövid hírösszefoglalója után, mint már megszokhatták a hónap utolsó hetében, a televízió archívumából válogatunk az adás második részében. Nézzük először a színes híreket. Március 29-én lesz a köztársasági elnökválasztás második fordulója. Mint arról már beszámoltunk, ketten jutottak tovább az első fordulóból, Robert Fico és Andrej Kiska. A város 18 szavazó körében közel 15 ezer szavazópolgár adhatja le szavazatát. A választóhelyiségek reggel 7 órától este 22 óráig tartanak nyitva. Országos pedagógus találkozó. 20. alkalommal találkoznak városunkban a szlovákiai magyar pedagógusok. Az április 5-én 6-án megvalósuló szakmai konferencia címe Útkeresés Rozsnyótól az iskoláig. 20 év üzenetét foglalja össze a konferencia a szlovákiai közoktatásban. Pizzamérések, minőségi iskola, autonóm iskola és ünnepi est is színesíti a kétnapos szakmai konferenciát. Pályázatot írt ki Rozsnyó városa a sportkulturális ifjúsági, szociális és társadalmi szervezetek részére. A pályázatok beadási határideje március 31-e. Pályázati tudnivalók a város weboldalán találhatók. A pályázat keretösszege 25.840 euró. Március 20-án zajlott a Tompa Mihály vers és prózamondó verseny Rozsnyói járási fordulója. Az idén 8 iskola 98 diákja mérettette meg magát 5 kategóriában. A kerületi versenyre Nagykaposon kerül sor. Március 21-én került sor Csáki Pál Csend és Lélek és Dunajszki Géza Arcok és Sorsok című legújabb könyveinek bemutatójára a Rozsnyói Csemadok székházában. A két író a bemutató előtt rendhagyó történelemórát tartott a magyar iskolák diákjai számára. Kocsira ládám, hegyibe párnám. Palócföldi ácsolt és festett ládák kiállítása nyílt a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. A palócföldi ládák ebben az összeállításban és formában eddig még nem kerültek a nagy közönség elé. A kiállítás május 25-ig tekinthető meg. Részleteket következő magazinadásainkban láthatnak. Április első hétvégéjén újra városomban találkozik a szlovákiai magyar pedagógus társadalom. Ünnepi találkozó lesz, hisz 20. alkalommal lesz városunk újra házigazdája a kétnapos rendezvénynek. 2004-ben készült a televízió alkotó műhelyében a 10 év 10 percben című rövidfilmem a találkozó első 10 évéből. Ezt láthatják az adás második részében.
Nekem történelemről kell szólnom, arra kértek, és jó szívvel, szívesen vállalom. Azt a feladatot kaptam, hogy 1000 éves magyar történelmet. Az iskola, az oktatás 1000 éves magyar történelmét próbáljunk összefoglalni. Nagyon is alkalmas esemény ahhoz, hogy a nemzeti leltárt elkészítsük. A bernesi nemzetállami rögeszme beteges, pervers törvényeket és dekrétumokat, hogy magyarnak lenni nem Isten csapása, hanem lehetőség. Előadásról lenne szó, és nem is egy ilyen euroszóccal önteném le a közönséget. Se zmenilo, vzťah štátu k občianským združeniam, konkrétne v školstve. Évről éve a színvonal magasabb. Az előadások vonzottak. Van, amikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretett, s a világnak vége lett. Kőoltár előtt suttognak kőimád, akiknek életük megmarad. Solajfa ággal repülő galamb hirdetett békét az ég alatt. Régi tanulság az Istenvel és gyakorlat szimbólum marad. És egyre várjuk, hogy olajfa ággal hirdessen békét az ég alatt. Elnézést kérek azért, hogy a tavalyi találkozójukon nem tudtuk képviselni magunkat a legmagasabb szinten. Tegnap anyimesbe jártam, de tegnap anyimesbe jártam. Sabuval megtalálkoztam. Habuval megtalálkoztam.
a felköltődés két napja. Találkozónak most a programja, és kíváncsiak vagyunk, hogy folyik ez Magyarországon, mert ez a mi jövőnk, úgy látom. Meghirdettünk egy szakmai elképzelést, amit úgy neveztünk el, hogy autonóm iskola. Az Oktatásügyi Minisztérium az államigazgatási szervek felé küldi az útmutatásokat. Az önkormányzatok felé a belügyminisztériumnak kéne ezeket az útmutatásokat küldeni. Ha csak bízhatok, hogy a kormány betartsa azokat az ígéreteit, amit megtettek a törvények elfogadásánál. Április 5-én szombaton 17 órakor a Városháza nagytermében Nagyapáink öröksége címmel a Borostyán Néptánc Együttes műsorát láthatják. Április 15-én, 16-án és 17-én kerül sor a húsvéti vására, amelynek programját alkotóműhelyek és iskolák műsorai is színesítik. Kedves nézőink, ne felejtsék el, hétvégén, tehát március 30-án vasárnap hajnalban egy órával előre állítani az órákat, hisz kezdődik a nyári időszámítás. A Városi Televízió műsora most pedig Kassa megyei hírmagazinnal folytatódik. Én köszönöm, hogy ma is figyeltek ránk, a viszontlátásra.